Súlyos bazaltkockák hangja és látványa a szépülő Barát utcában. A felújítási folyamat a tervek szerint, valamint kegyes időjárással az augusztus végi határidőre elkészülhet, és ezt követően folytatódhat a Kígyó és a Szent Ilonai utcákban. A bazalt keménységének és a komoly alépítménynek köszönhetően időtálló teherbíró útburkolat jön létre, mely az elmúlt századok során már bizonyított. A búcsú a templom védőszentjének ünnepe. A Szent Anna templom előtt a hívek vasárnap délelőtt gyülekeztek, hogy részt vegyenek az ezúttal kettős ünnepen. Különlegessége még a búcsú ünnepünknek, amellett, hogy hagyományosan köszöntjük Szent Annát, megköszönjük égi pártfogását, kérjük további oltalmát, hogy erre a templom búcsú ünnepére elkészült a torony, ami nagy munka volt és teljes felújítást igényelt. A 9 órakor kezdődő ünnepi szentmisét dr. Mail József apát plébános tartotta, és ő áldotta meg a tornyot is. Most kérünk Istenünk, hogy áld meg a mi templomunk felújított torony sisakját. Az ünnepet az este 7 órakor kezdődő búcsúi hangverseny zárta, melyen részt vettek Vörös Szilvia és Gönc Renáta énekesek, a Szent Anna kórus, valamint Mennyhárt Péter hegedű művész és Bekéné Fazekas Éva fuvola művész. Tavaly a Fekete királynővel érkezett pápára, idén pedig a Világszám című játékkal a detektika nyomozós megmérettetés. A Világszám köré egy cirkusznak a projektje épült, és akik jelen vannak, és akik a gyanúsítottak, azok például állati domárok, vagy vizuális effektekkel foglalkoznak, ügyvezető, igazgató, bűvész, ilyesmik vannak jelen, és közülük kerül ki a gyilkos. A lehetséges gyanúsítottak közt ott vannak a barátok, cirkuszi szereplők és egy ismerős testvérpár is, melynek egyik tagja Szabolcsi Dávid volt. Az adott alaphelyzet szerint Rolit valaki lelőtte a lépcsőről, de hogy ki, ezt kell kitalálniuk a játékosoknak, akik kérdezhetnek a színészektől, így jutnak információkhoz. Egy-egy helyszínen 10-10 percet kapnak a csapatok, hogy jól kérdezve megkapják a szükséges információkat. A nyomozás a krimik világa sokak számára vonzó, ezért még a tikkasztóan meleg vasárnap délutánon is voltak érdeklődői a programnak. Gondolkodunk, hogy velünk ki lehetett a gyilkos, de most nem vagyok ott, és most szerintem rossz embert jelölnek meg, de nagyon izgalmas, beszippantott minket ez a játék, mindenki vér profi volt, nagyon jól érezzük magunkat. Míg a csapatok nyomoztak, addig a gyerekeket kékfestő kincskereső, az ékék medalion rejtélye és kézműveskedés várta.